Ceruzából, füzetből új kell, táskából és tornazsákból viszont még jó a régi, vallja sok szülő a tanszerek beszerzésekor. Nem kis költséget ró a szeptemberi kezdés a családokra, sokan 20-30 ezer forintot is a pénztárnál hagynak, és ez csak egy gyerek felszerelésének az ára. A legszükségesebb árucikkeknél a szülők a minőségét keresik, a gyerekek a divatosat. Próbálunk mindenből minőségi dolgokat venni, és akkor táskából, tolltartóból nem kell minden évben újat vásárolni. A színes ceruzáknak például kitörik a hegye, a tempera elfogy, és a mappák pedig szétbomladoznak. A vignetta, azt pedig ugye elhasználtam, meg a tolltartóban nem veszünk újat, mert abból kb. Van 5. Sok szülő tanácstalanul állt a polcok mellett, ilyenkor jól jön az eladók segítsége, vagy az a lista, amit a tanárok még a nyári szünidő előtt adnak ki a szükséges tanszerekről. Nagy segítség, mert az egy biztosabb iránymutatás, hogy nem mindig jut az embernek eszébe rögtön, hogy na, mi is kellhet. Hát meg a füzeteket ugye ők tudják, hogy mennyi vonalas, mennyi kockás füzet kell, ugye milyen tantárgyakhoz kellenek a füzetek. Ebből a hagyományos változatot itt 69 forintért árulják, de egy díszesebb spirálfüzet 3290 forintba kerül. Táskából van pár ezer forintos, míg a tartósabb változat akár a 20 ezer forintot is elérheti. Tolltartóból is választatnak olcsóbbat a gyerekek, ám aki a divatosabb modellekért rajong, annak 5 ezer forintot kell fizetnie.